De hogy mondjam el, mit művelnek a munkások? Én a két kezemmel végig kapáltam. Bizony, zsákba tettem, amit a munkásoknak kellett volna tenni. Nem voltak emberek. Mindenki szökik, megyen boltba, nem jövünk vissza. Elég volt. Nem vagyok csicska, bizonyám, megyek más munkahelyre. Mert nekem ebből elegem lett a papából, a kancsi szemű Sándorból. Elenged mindenkit. És még azt mondja, hogy mi közöm van hozzá. Álljon már meg a menet. Van hozzá közöm, mert mivel én dolgozok, ők meg eltűnnek. Ha mi ez? Ne. Na, ott én nem dolgozok. Olyan munkahelyet akarok, ahon dolgozok is. Megdolgozok a két kezemmel. De ez nem munkahely. Mindegyik eltűnik, a főnök küldi, csicskáskodik. Mindegyik. Honhús érmegy, hon ezért, hon azért. Elegem lett. Te meg takaríts, csináld a mocskot. Elég volt. Hétfőn bemegyek a polgármester hivatalba. A polgármesterhez, hogy jelentsem, hogy milyen alkalmazottak vannak, és mit művelnek. Hogy én vagyok ott, meg ott van vagy két-három ember. Elég volt. És mi szedjük el a szarokat. Magyarul megmondom. Jelentem, és remélem, hogy kirúgják a főnököcskét. Hogy mindig állandóan húsba-húsba küldjük őt, stb. Ez nem munkahely, igaz? Bölöny. Avakkodit. Félszemmel van, mert ő miatt a kevesebb fizetést kaptam. Nem adta be rendesen a papíromat. Aláírósgattam minden. Hoppá, kimaradt nem tudom hány papírom. Nem írta alá a dög. Majdnem 10-valahány ezer forinttal kevesebbet. Bizony. Hát kik dolgoznak? Fogom jelenteni a hivatalba, és a polgármesterrel szépen nyugodtan, higgadtan, hogy elmondjam, hogy mit művelnek a munkások, és hogy tegyen engem máshova. Az irodán nem jó a szonda, de megállapították, hogy alkoholos állapotban vannak. Ketten. És nem is sipolt be. De megállapította, hogy nem, a felnököt nem szondáztatták meg. De. Így van, jogosan mondja Huszti, be se sipolt. Hát mondom, ilyen nincs. Be se sipolt gyerekeket, annak a szondának sipolni kéne. Hát mondom, nem is ittam, nem is üttem semmit. Így van, Huszti. Semmit. Gyerekek. És kibaszhatott, mert én csináltam a munkámat, hogy dolgozzanak az emberek.
Hogy én miért csinálom? Hát azért, hogy rendben legyen a terület. Hogyha álljak le, mert itt eddig nem csinálták. Mondom, most én csinálom. Bőrönj, erre mit csinált? Bement, és szólt, hogy a lakatos ibolya nincs ott, mert 4 napja igazolatlan van. Ott voltam. A főnököcske röfizett volna, csak nem tudott kivel. Megmondta nekem, hogy digidugizni akar. Menjek be vele az erdőbe. Ott van egy bokor. Ezt fogom elmondani a hivatalba. Kit alkalmoznak? Nincs ráírva a homrokomra, hogy rifi-röfizni akarok. Akad nekem munka. 100. De ott már én nem maradok, mert a patkány férfiak rám vannak akadva. Így van, Huszti? Akármikor jön Huszti, mindig ott vannak a seggembe. Szembe állnak... Én 8-kor oda megy. Aláírna papírt, és 8 órakor már nincsenek a munkaterületen. Azok helyett Ibolyának írja be a H betűt. Aki ott van. Így aki van. Ott van egész nap. Rájutok. Nem is idegesítem magam ezekkel a köcsögökkel. Keresek én munkát, Huszti. De én ott már nem maradok. Vállalom, hogyha te meg engedsz, akkor nyugodtan engedjél. De szerintem neked is azt kell mondjam, hogy inkább adjam ott. Milyen társaságban nem menjek dolgozni. Páromba tanulja. Hát eljött, igaz, Huszti? És engem egy közterületről, egy parkolóról elzavar a főnököcske, Sanyika! Hát én milyen jogon? Egy parkolóból, ahol neki semmi köze nincs, csak az, hogy takarítasson. Azért, Huszti, hogy mert ideges volt, hogy te ott voltál, és nem tudott megrifűre fizni. Bőle. Azért, mert ott vagyok, nem tud szemtelenkedni Ibolyával. Bizony. A mocskos. Így van. Így igaz. Így van. Hát igen, sajnos ilyenek vannak. Gyerekek nem tettek róla, hát én dolgoztam eddig. Normálisan megcsináltam, vergődtek azért is, meg kapálok, vergődtek azért, mert ezt csinálok, metszek, stb. Rendben rakom ott a helységet, minden. Vergődtek, nekik így nem jó, én csinálom nekik a munkát, stb. Bizonyám. És Huszti ott volt végig, folyamatosan eljött, hogy nézze meg, hogy mit csinálok. Végig dolgoztam, így van, Huszti? Igen. Mindig eljött hozzám, hogy nézze meg, hogy mit dolgozok. A rohadékok meg ülnek a seggükön. Hát ez munka. És őszintén is. Tudunk tanukat is állítani, mert a járókelők látták, hogy ő dolgozik, a többi meg ül. Meg ott sincs. Elmenne. Nem. Így van. Igazad van, de ne idegeskedj. Igaza van, Husztina. Hát én ilyen munkában nem szeretek részt venni. Én dolgozni szeretek, én nem szeretek a seggemen ülni. Ők meg leülnek, azt pöffeszkednek. Hát álljon meg a menet. Megyek inkább gyárba. Huszti elrendezi, nekem megyek. Bele. Gyárba megyek, gyerekek. Így kényelmes volt, mert jó volt, de munkásokkal nincs bírás. Én nem idegesítem magamat, a kajámat ellopják, nem csak a munkás, cigarettámat, a főnök is, igen. A főnökség se csinál semmit. Semmit. 3000 forintomat elloptak, a giroszomat ellopták, így van? Igen. Milyen? Mindenemet ellopnak. Ahova tegyem, húcoljam magammal. Ellopnak mindent. Bizony. Így nem dolgozok ott. Megyek tovább. Van nekem munka lehetőségem, de én ott már nem akarok. Elég volt. Sicskáztatnak, ugráltatnak. De nem is a munkások, hanem a főnök, a Kodi. Bakkodi.
Ő meg ül, meg iszik. Így isz a vánda keserűt, így lefele nyeri. Arról se bánjunk bele a gyomrába. Elküldi a munkásokat húsért, meg ide-oda. Ha mi az? Ki ez? Ez a köcsög. Bocsánat. Te meg Ibolya csináld. Itt csináld, ott csináld. Na így van, húszt. Már elegem lett, gyerekek. Ott hagytam a munkát. Kész, vége. Nem megyek oda. Hát akad nekem 100 munka. Nem ilyen csicska munka. Jó volt egyenlőre, míg mondtam, hogy még nem megyek a TV2-be. Addig dolgozok, mondom. Hát lehet, hogy esem. De hát ilyet tenni. Bevisszünk a bokorba. Ajánlatot tesz. Hát rendesen már restelek menni a munkahelyemre. Mert a főnök röfizne. Meg a másik sántalábú. Miki. Félve megy el, ha ott ideggel jön haza, hát így nem lehet dolgozni. Hát meg a kajánat ellopja. Ez bosszant, még az ennyi valóban cigarettámat. Mindenemet ellopnak. Hát ilyen nincs. Nem akarok ott lenni. Vége. Befejeztem, nem dolgozok ott. Nem vagyok én arra rászkulva. Bocsánat, megfordítok. Kisfiam véget csak. Bizony, hogy legyen munkám. Pedig nem vagyok rászorulva, de muszáj menjek. Mert lejárt a gyes. A gyerekek ilyet tenni. Minden kaján eltűnik, a cigarettám, a pénzem, mindenem. És pont az a gyanúsított, akinek vigyázni kell rá, a főnökecske, a kancsi. Sándor. Ő maradott egyedül a cuccal, a biciklikkel, a kajával, mindennel, és ő viszi el. Ő lopja el. Így van. Igazad van, Huszti. Küldök majd nektek mindjárt egy nótát, de igazam a Husztinak, tökéletesen, mert meglop, bizonyám, ott hagytam 3000 forintot, kivette. Igaz, Huszti? Jöttem, szóltam Husztinak, mondom, nézd meg, kitűnt a 3000. Ellopta. De minden munkás ott volt, csak ő volt ott a főnök. Kivette a pénzt. Hát akkor, miről beszélünk? Gondolkozzak. Ott már biztos, hogy nem fogok. Azt tuti. Nem fogok. Megyünk máshova. Vagy ide tetetem magam ide, ahon én lakok itt. Itt vannak a munkások. Oda. Ez már túlzás. Isznak, be vannak baszva, berúgva, így van, Huszti? Így van. Gürűvel isszák, a főnök. Ha milyen példát mutat? Elnézést. Hát elnézést, másnak akartam megint a H betű. Így baj, neked írtam be véletlenül. Ha véletlen, hogy lehet ilyet csinálni? Csak részegen. Beírta nekem gyerekek a hálatűt, ami nem is jogos volt. És azt mondta, véletlen volt. Igen, be volt rúgva, egyem a szívet. Ne érigessen. Daniel Fitcher nem egyik máshova. Majd Tibikém keres nekem munkát. Úgyis megyünk Pestre. Nézd már meg ki az. Bizonyám. Ilyen mocskosság van, gyerekek, a főnök rifi-rifizne.
Dugja Juliskába, kaszinósba. Hát úgy látom, bukkancsa, mit akar? Nem tudom, hidd be. Azt ne válsz, mert na, munkatársam, őnek is, hát ő is A-betit kapott, de hogy miért, hát ott volt a munkaterületen. Kaszinó tojásnak dugja bele a főnök. Oda. Nem dolgozok ott, gyerekek. Aha. Felmondtam. Igen. Én nekem ilyen munka nem kell. Ugye főnöki kezd egy nővel. És mindig idegesen jövök haza. És mondja a párom, hogy mi a baj. Hát mondom az, hogy ti időznak. Nem tudok ott lenni. Ilyen mocskosok között. Nem, megyek gyárba. Gyárba megyek. Bejön. Gyárba. Ha négy műszakos, ha nem. Nem érdekel. Huszti keres nekem munkát. Azt keressük, hogy takarodjak onnan el. Mert ezek odajárnak az emberek, férfiak, megtudták, hogy én ott vagyok. Jönnek. Állandóan el kell bújjak. Hát nem fogok. Úgyhogy vége. Nem, Puki.